Szűk egy hónapos pihenőt követően megtartotta második és egyben az első nyilvános edzését a Ferencváros labdarúgó csapata. A felkészülést 23 fővel kezdte a Fradi. Martin Klein és Holman Dávid is betegség miatt maradt távol, míg Marko Ranilovics és Szomália igazoltan hiányzott, így ők később kapcsolódik be a közös munkába. Hogy ízlett a újrakezdés? Hát nehezen, de úgy mentünk el a szünetre, hogy mindenki kapott egyéni edzéstervet. Meg volt mindenkinek külön adva, hogy mennyit kell futnia, milyen pulzusszámmal, konditeremben milyen sokkal kell dolgozni, tehát úgyhogy nem úgy érkeztünk vissza, hogy teljesen nulláról kezdtük az edzéseket, de nehéz volt. Beszéltetek-e már Moniz mesterrel, hogy milyen elvárásokkal így a tavaszi szezonra? Erről nem esett szó, de a célok nem változtak, mikor idejött, akkor kijelentette, hogy Európa Ligába szeretne indulni. Az, hogy hogyan, az majd kiderül, ha sikerül. Inkább a munkát mondta el, és az, hogy mi fog ránk várni. Mondta, hogy kemény munka vár ránk. Lesz két edzőtábor is, úgyhogy most jön a második edzés, úgyhogy ez van. Tehát nagyon erős alapozáson lesztek majd túl tavaszra, amikor elkezdődik a márciusban a következő tavaszi szezon. Inkább azt mondta, hogy sok munka vár ránk. Azt tudni kell, hogy nála olyan edzések vannak, hogy általában ilyenkor napi két edzés van, de nem ez a szakítós jellegű, hanem majdnem minden gyakorlatot labdával csinálunk, amit meg nem akkor, mert a konditeremben vagyunk, tehát ennek a híve. Tehát kevesebb a száraz futás, hanem inkább az intenzitás az, ami inkább pörgősebb, meg az edzések hosszúsága is ilyen másfél óra körül van. Ez azt jelenti most, hogy az első az alapozáson lesztek túl a trénerrel, de azért már belekóstoltatok abba, hogy mennyivel erősebb. Hogy érzed a csapatjátékba? Változott-e valamit ez az új edzésmódszer? Annyival változott, hogy mivel ilyen pörgős edzéseket tart, és kevés az edzésen belül is a megállás, ez talán a mérkőzésen is visszaköszön, hogy erőben talán így jobban pörgünk, vagy hogy első persze végig úgymond bírjuk az iramot, meg hát amilyen gyakorlatokat így számon kér, ezt köszön vissza a mérkőzésen is. Mondott már valami elvárást esetleg a tavaszi szezonra, hogy mennyivel több győzelmet szeretne látni? Ilyenekre nem esett szó. Ő abban hisz, hogy ha ezen az úton, amin elindultunk, ezt tudjuk folytatni, és a helyzetkihasználásunk tud javulni, akkor valószínűleg szerint több mérkőzést fogunk tudni nyerni tavasszal, és akkor ezzel azt érjük el, hogy eredményesen tudunk szerepelni. Mindenféleképpen szeretném beverekedni magamat a csapatba, ami nem lesz egyszerű, mert ugye mindenkinek ez a célja, és ugye a csapattal minél előbb végezni, ami szerintem a dobogó. Említetted, hogy nehéz dolog lesz beverekedni magadat a kezdőbe. Hogy érzed, valóban nagy a verseny a kezdőcsapatba kerülésért? Hát mindenféleképpen, mert ugye elég sokan is vagyunk, minden posztra van két jó játékos. Ha megkapjuk a bizalmat, mindenki élni szeretne vele, többek között én is. Hallottatok erről valamit, hogy kik jönnek? Jönnek-e új játékosok? Én személy szerint nem tudok semmit sem, ha olvastam, hogy jönnek neves csapatoktól próbajátékosok, de nem tudom, hogy kik. Te foglalkozol ezzel a dologgal? Személy szerint nem, persze kíváncsi vagyok én is, hogy ki jön, de ugyanúgy meg kell küzdeni ennek is a csapatba kerülésért. Te vagy a csapat egyik legtapasztaltabb játékosa, te hogy látod, hogy mire lesz képes a Ferencváros a tavaszi szezonban? Én nem szeretek így latolgatni, én is azt látom, hogy jó úton van a társaság, amit hiányolok, hogy ha ránézek a tabellára, akkor kevés pontunk van. Kevesem ezt a 25 pontot, lehetne több is, de nincs még lefutva semmi, van hát a 14 mérkőzés. Azt megtapasztaltam már, hogy minden mérkőzésen vért kell izzadni minden pontért, pontokért. Ha esetleg a csapat jól játszik, jól használja ki a helyzeteit, akkor tud akár könnyen mérkőzéseket is játszani. Most arra készülünk, hogy ősszel elég sokszor volt az, hogy hátrányba kerültünk, sok gólt kaptunk pontrugásból. Ezen vagyunk, hogy ezen tudjunk javítani, mert akkor a saját dolgunkat könnyítjük meg. A tervek szerint januárban a spanyolországi Marbellán, februárban pedig a törökországi Belekben edzőtáborozik majd a Ferencváros.